Úgyhogy egy ilyen csekket szeretnék majd, vagy szeretnék majd befizetni képviselő Stílusosan csekkel érkezett a nyitásra Balsa polgármestere. Somogyi Szilvia azt mondta, mindössze egy napig nem volt postai szolgáltatása 700 lelkes településen. Az önkormányzat ugyanis megállapodott a közös üzemeltetésben a Magyar Posta zrt -vel. A postapartner programban ö, ö, tulajdonképpen egy hónapon belüli megállapodás született, egy hónapon belüli megállapodás, ami azt gondolom, hogy példaérték. Itt a járás területén az első ilyen postapartneri programban résztvevő önkormányzat vagyunk, és természetesen, mivel nincsenek vállalkozások, olyan ö, típusúak, amelyek be tudták volna fogadni, egyértelmű volt polgármesterként is, hogy az önkormányzattal is helyt kell állnunk, és segítenünk kell az itteni szolgáltatásokat a balsaiak számára. A védőnői szolgálat korábbi épületét alakították át. A szükséges számítógépes eszközöket részben a posta telepítette, részben az önkormányzat biztosította. Az épület fenntartását az önkormányzat finanszírozza, az állami cég pedig támogatja a postai dolgozó bérét. A megállapodás alapján van egy fix összeg, amelyel a, posta, a Magyar Posta ZRT a megállapodásban rögzítettek szerint finanszírozza ennek a megoldását. Azonban természetesen az önkormányzat, én azt gondolom, hogy most, hogy erőn felül vagy nem, nem tudom erre mit kellene válaszolnom, azt gondolom alapvető érdeke, hogy biztosítsa a helyet és a szolgáltatást a lakosság részére, és ezáltal természetesen hozzájárul a rezsiköltségekhez és mindenfajta olyan költséghez, amely elősegíti azt, hogy itt helyben befizetni tudjanak az emberek csekket, vagy pénzt tudjanak fölvenni, illetve akár állampapírokhoz is hozzájuthassanak. És akkor átadnánk az első csekket is. A nyitás napján az első csekket is befizették. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, választókerületében lesz, ahol az önkormányzat, de lesz, ahol egy helyi vállalkozó szerződik majd a Magyar Postával. Van egy másik lehetőség is, amikor egy kisboltos vagy egy vállalkozó vállalja és kötszerződést a postával, hogy tovább működteti a postát. Nekem az a célom, hogy a választókerület, mind, szinte minden településen, mert van olyan kicsi, ahol már évek óta, vagy mondhatom évtizedek óta nem működik posta, de a jelentős, mondjuk úgy, hogy ahol már közel ezren élnek, ott legyen posta hiszen ez a postai szolgáltatás azt jelenti, hogy a vidéki élet minél teljesebb. A postán ugyanazok a szolgáltatások lesznek elérhetők, mint korábban. Hétköznaponta reggel 8 és délután fél 4 között várják az ügyfeleket balsán.